Szia, én Serfőző Péter vagyok a Brand Guide-tól, és a mai nap egy új arculat megjelenéséről fogok neked beszélni. Egy rövid brand elemzést fogsz meghallgatni, hogyha velem maradsz arról, hogy a Decathlon új arculatot fog kapni. Ezt néhány nappal ezelőtt jelentették be, és meg fogjuk nézni a mai videóban azt, hogy igazából milyennek az egésznek a háttere, és hogy fog ez valóban létrejönni, és milyen hatással lesz a, a a brandre. hogy ez számunkra miért fontos, azért, mert azt gondolom, hogy te is ismered a, a decathlon egy valóban egy ismert brand, és azáltal, hogy, hogy a mindennapunk része, azáltal szerintem fontos azzal foglalkozni, hogy ez hogyan határozza meg ez a változás esetleg az utcaképet. Ugye a dekatlanok most már elérhetőek a belvárosban is, de egyébként, hogyha a külvárosi hipermarketes környezetet nézzük, ott sem mindegy, hogy ez a kék doboz, ez milyen kék doboz, és mit látunk majd a jövőbe. Úgyhogy ezért gondolom, hogy fontos, hogy megnézzük azt, hogy, hogy egyébként ez a változás ez mitől van, és mi, mi indukálta azt, hogy egyáltalán bele belevágjon a, a brand abba a, abba, a változásba, amit, amit most láthatunk. Hiszen azt gondolom, hogy csapjunk is bele az elemzésbe, mert itt ide kötném hozzá, hogy hát ez nem egy, nem egy friss brand, hanem 48 éves, 1976-ban néhány barát azért alapította, hogy a sportolást elérhetővé tegye minél szélesebb kör számára. Hát az elmúlt majdnem 50 évben azért ez a, ez a baráti társaság egy kicsit nagyobbra nőtt, hiszen majdnem 100 ezer munkavállalója van a Decathlonnak, és 2000 boltja 70 országban e, körülbelül, úgyhogy eléggé jelentősen kinőtte magát, és e, a legfőbb probléma, amit, amivel mostanság szembesült a Decathlon, az az, hogy, az az, hogy annak ellenére, hogy a harmadik legnagyobb sportszergyártó a világban, erről nem nagyon tudunk. Hanem, hogyha mi bemegyünk a Decathlonba, legyen az, hogy hétvégén túrázni megyünk, vagy elmegyünk nyaralni, és oda ilyen búvár vagy fürdőruhát keresünk, vagy akár a heti sportunkhoz keresünk cipőt, zoknit, nadrágot. Inkább az van meg a fejünkben, hogy a Decathlon ez egy széles választékkal rendelkező sportáruház, nem pedig egy sportszermárka. És ezen szeretne változtatni tulajdonképpen a Decathlon, és az a fajta almárkák rendszere, ami most van, hogy kb. 84 uh, sporthoz kapcsolódó eszközöket vehetünk meg, és azoknak mind-mind más neve van, ugye kecsóa, uh, fán nem tudom, nagyon sokféle van, ez az emberek fejében azért nehezen áll össze, ez is egy feladata volt ennek a rebranding folyamatnak, hogy ezt összetömörítsék, és tulajdonképpen érthetővé uh, tegyék a a vásárlók számára a másik aspektusa pedig az, hogy a, a, az is ehhez kapcsolódik, hogy igazából erős márkát nem épített ezáltal a Decathlon, hanem tulajdonképpen kiszolgálta a vásárlókat, és valamiféle élmény volt, de, de ezt most szeretnék egy, egy másik szintre helyezni, és ennek kapcsán indult el több mint két évvel ezelőtt a Wolf Hollins ügynökség vezetésével a márka újraalkotása, hogy ez egy francia brand, alapvetően nagyon sok helyen elérhető, úgyhogy egy globális branding ügynökséghez fordultak, és ők kezdtek el tulajdonképpen velük dolgozni, interjúkat készítettek vásárlókkal, kutatásokat végeztek, és azokból jöttek ki tulajdonképpen ezek a, ezek a felismerések, hogy hogy miként létezik az emberek fejében a dekatlon, akár a te fejedben, akár az enyémben, hiszen mindenkinek azért van valamilyen kapcsolata vele, akár a biciklizés kapcsán, hogy ott tanult meg biciklizni, gyerekek ott pingpongoznak, tehát egy csomó élmény van, de hogy mégis ezt hogy lehet jobban megfogalmazni és megfogni, hogy utána ez be lehet rakni a, DNA-jába, vagy dns ébe bocsánat, a a brandnek, akkor utána erre lehet építeni, és így a következő 50 évben egy sokkal erősebb brandet építeni, akár ami akár a Nike vagy az Adidas nyomdokaiba is tud lépni. Úgyhogy a, ahogy mondtam, elkezdtek dolgozni, és most meg is mutatom, nem fogok túl sok ilyen Ilyen képernyőt mutatni, ami tele van szöveggel, de mégis azt gondolom, hogy ez tök fontos, hogy így megértsük, hogy oké, okay, hogy új logó van, de mi van mögötte. És tulajdonképpen sokat beszélünk itt a brand guide-ban is, akár a könyveimben, a brandinggel kapcsolatos könyveimben az, hogy hogy minden brandnek meg kell lenni a miértjének. Ugye a Simon színek is nagyon sokat beszél erről, hogy, hogy start with the why, kezd a miértel, és itt is ezzel kezdtek tulajdonképpen, hogy, hogy miért jött létre, miért van egyáltalán a Decathlon, mi, mi az a mindennapi uh, mission, amit, amit csinálnak, és ezt uh, dolgoztak ezen a szakemberek, és megpróbálták, ezt jó, hogyha minél tömörebben meg tudjuk fogalmazni, és látjuk, hogy két sor a sport csodáink keresztül megmozgatni az embereket. Ez az, amiért a dekatlon létezik, ez amiért, ez az ügy, ez a purpose, amit, amit minden brandnek meg kell tudnia határozni, mert utána ebből lehet aztán levonni a következtetéseket, hogy hogyan lehet ezt véghez vinni. Itt látjuk, hogy a csoda a központi gondolata az egy ilyen mozgatórugója, illetve ugye tudjuk, hogy, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és a Dekathlon egy nagyon széles spektrumot szólít meg. Tehát a célközönség számára az tök jó, hogy hogy ez a sport keresztül megmozgatni az embereket, ez sok rétegűen lehet értelmezni, és a mozgás, az fizikailag érzelmileg viselkedésileg lehet érdekes az emberek, azok azok azért fontosak, amit most is mondtam, hogy minden ember számára, a kezdőktől, a szakértő, elitig elérhető legyen a Dekatlon. Ugye, amikor mész a Dekatlonba, akkor általában van lehetőséged választani árszínvonaltól, illetve ö, ö, szintektől függően, hogy számodra mire van szükség, és a sport csodái, az pedig tulajdonképpen nem más, mint hogy találd meg magad, a saját szájad íze szerint csinált, hiszen, hiszen lehet az, hogy a részvétel öröme az már kielégít, és amiatt motivált vagy és csinált, de lehet, hogy a teljesítmény az, ami, ami miatt te folyamatosan csináld a sportot. A lényeg az, hogy meglátta azt a, a Decathlon is, hogy, hogy ennek a kategóriának a, a teljesítmény alapú ö, fókuszáltsága az nem, 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 nem igaz a szabadidős sportra, úgyhogy ezt tök jól így ki tudták szélesíteni, hogy találd meg magadat, tedd a sportot a magadévá, ahogy ők is ezt... Megfogalmazták. Úgyhogy ha ez, ezek az alapok megvannak, akkor tulajdonképpen lehet tovább menni, és uh, ugye nagyon logófókuszúak vagyunk, uh, uh, hogyha egy új arcot megjelenik, akkor egyből mondjuk, ú, hát milyen ez a logó, Jézusom! És uh, látjuk fölül a régit, uh, alul pedig az újat, és hát meglepődővel azt is láthatjuk, hogy nyilván a kéken állítottak. Ez egy olyan kék, ami, ami visszatér egy korábbi kékhez. Illetve egy embléma került a rendszerbe, ami azért nagyon érdekes, hiszen, hogyha belegondolsz, akkor általában a nagy brendek, ahogy idővel fejlődnek, nem hogy gazdagodnak vizuálisan, hanem egyre egyszerűsödnek, és egyre inkább próbálják levágni azokat a dolgokat, amire, amire nincs szükségük. Gondolj csak a Starbucks emblémára, ami ami folyamatosan egyszerűsödik, és a kis szirén lesz tulajdonképpen a, a fő elem, még korábban nagyon sok olyan vizuális elem volt még, amit, amit időről időre elhagytak. A decathlon ez másképp működik, ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy, hogy egy erős márkát akarnak a, so, a szét aprózódott márka helyett, és ezért az a megoldás, hogy igen, be kell hozni egy egységes főjelet, ahogy a Nike-nak is van, ahogy a, az adidasnak is van, kell egy olyan ö, ikonikus embléma, ami meghatározza a Decathlon-t, és rá tud kerülni akár címkeszerűen ö, minden termékre. Um, itt még egy picit elemeztem a, a, az emblémát, vagy hát az egész ö, logót, tulajdonképpen ugye fölírtam, hogy 48 év után embléma, ez tényleg egy ilyen unikum. El is nevezték ezt a jelet Orbitnak, ami ami azért is jó, mert ha valamit elnevezünk, akkor az tényleg létezik, az egy erős entitás, tehát hogy kiállnak emellett a dolog mellett. És hogyha erre a jelre nézünk, akkor ebben van egy ilyen dinamikus döntés, és bármit bele tudok látni, tulajdonképpen ha vicces akarok lenni, cápát, de inkább azt mondom, hogy hegyet, vitorlát, hullámot, szívdobbanást is mondanak, hogy az EKG-szerű valami. És aminek én, én, különösen örülök, hogy tipográfiailag frissítették a feliratot. Ugye az avantgard gotik az a 70-es éveknek egy ilyen klasszikus betűtípusa, azt használják továbbra is. Egyébként erre alapozva az avantgárd gotikra létrehozták a Decathlon sans ami ami egy egyedi betűtípus. Ez is egy érdekessége, hogy az arculatban most bemelik, beemel, beemel, most már hivatalosan ezt a, ezt a betűkészletet és megtartják azt a klasszikus c a egy kicsit alakítottak rajta, nyitottak a C-nek a végződésén, ez azt jelenti, hogy kisebb méretben is sokkal jobban tud működni, majd fogjuk látni címkeszerűen a, a dolgot is, és és azt is látjuk, hogy ez az A betűnek a, a dőlésszöge, ami egyébként a avantgárd gotik sajátossága, az pedig megjelenik az emblémának a, az irányultságában is, ami, ami az egészet egy, egy jó koherensen tartja, tehát a jel és a tipó az tök jól össze, összerázódik ezáltal a, a dőlészszög kapcsán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ez egy előrelépés a Decathlon számára is, hogy, hogy így az új logó... Val használják a, a, az arculatot, és hogyha használják az arculatot, itt van néhány kép, amit egyébként rendelkezésre bocsájtotta a Decathlon is, hogy hogy lehet látni rajta az arculatnak a kiterjesztését, ugye a, a bolthelyi dolgok is megkapják ezt a fajta színt, ugye ezt tapasztalhatjuk most is a boltokból, hogy nagyon kék, tehát fölismerhető, tudom, hogy a Decathlonban vagyok, és a bevezetéshez pedig egy, egy kampány dolgoztak ki a Ready to Play szlogennel, ami, ami pedig megint csak ezt a inkluzivitást jelképezi, hogy, hogy mindenki számára nyitott, és gyertek, és kezdjük el a játékot, és ez az egész egy nem kell véresen komolyan venni, de ha komolyan beszed, akkor, akkor is működik a dolog, és ebben már látjuk ezt a, Decathlon Sans betűtípust, és ott észrevehetjük, hogy a 2O betűje mennyire hajaz az új emblémára, a Lorbitra, és szerintem ez egy zseniális játék. Ugye a játék a játékban, hogy a tipográfiának ez a, ez a kis megengedi ezt a lehetőséget, hogy az O betű annyira döntött, hogy kapcsolódik az emblémához, illetve a play az annyiban is érdekes, hogy az Y-nak a szára kapcsolódik a, kérdőjelhez, ez is így a, a játékot erősíti. Tehát nem csak az üzenet mondja, hogy játék, hanem maga a vizuális világ is, és az alátámasztott képek is, a mosolyognak az emberek élvezik, amit csinálnak nem azért csinálják, mert kötelező, hanem azért, mert kedvük volt, és, és ebben ott van partnerként a Decathlon, ahol mindig megtalálom azt, amire, amire nekem szükségem van. Hogy megtaláljam, ahhoz, ahhoz alapvetően különböző, vagy el kell mennem a boltba, vagy online kell rendelnem, és ugye az, amit meghatároztak a DNS-ben ezt a, ezt a ezt az üzenetet, ezt valahogy le kell tudni fordítani a mindennapok nyelvére, hogy az élmény szinten tulajdonképpen átjöjjön az embereknek, és ennek megfelelően fogják változtatni a, a, a bolti élményt, ahol megpróbálják a termékeket valamiféle storytelling által prezentálni, tehát hogy sokkal jobban tudják kapcsolódni egy adott termékhez, hogy nem csak ki van téve, hanem adott esetben, hogy itt is láttuk, hogy van valamiféle setup körülötte, ahol elmond, elmond valamit. Erre csinálnak különböző ilyen kis standokat, amik, amik segítenek abban, hogy kapcsolódni tudjál a dolgokhoz. Illetve azt is mondják, hogy meg fogják változtatni az alaprajzait a boltoknak, és ilyen körkörös alaprajz lesz, ahol ahol végigvezetnek a, a dolgokon. Talán olyan kicsit, mint az ikea -ban. nem tudom pontosan, erről nem találtam részleteket, de hogy ebben is változtatni szeretnének, hogy az élmény, a helyszíni élmény az azt adja, amit a Decathlon szeretne nyújtani, és ugyanez az online térben is. Itt látjuk az applikációs ikonon is, milyen remekül működik ez a, a jel, és a uk ba fog először az új webshop elindulni, ott is ígérnek innovatív megoldásokat és reméljük, hogy Magyarországra is majd valamikor elérkezik a, a megújuló webes dolog. Itt látjuk a, a bolt arculatát, külső arculatát, azt is, hogy hogy sokkal inkább kép alapú és megpróbálnak olyan ö, ö, képeket mutatni, ami, ami elindít egy történetet, és amivel lehet azonosulni. Itt látjuk azt, hogy, hogy a kis pici Uh, embléma, hogy tud megjelenni ugye a címkeszerűen, a jobb oldali képen, illetve látjuk, hogy a, a, a cipőtalpában is uh, meg tud jelenni, nyilvánvaló mindenhol meg tud jelenni. Igazából ennyit szerettem volna uh, elmondani ezzel a rebrandinggel kapcsolatban, bízom benne, hogy, hogy egy kicsit mélyére tudtam ásni, és te is így jobban meg tudod érteni azt, hogy, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy mondjuk egy decathlon bevezessen egy logót, egy új logót látjuk, hogy ennek azért üzleti e, szempontjai vannak alapvetően, hiszen a céljuk az, hogy, hogy magukhoz kössék azokat a, a, vásárlókat, akik egyébként is járnak, és erősítsék a kapcsolatukat, ezáltal lehet, hogy többet fognak, sőt, biztos többet fognak költeni, vagy többször fognak elmenni a dekatlomba, hogyha már nem csak kiskereskedelmi láncként tekintenek rá, hanem egy, egy sportmárkaként, és ennek volt az, a, a, az útja, hogy akkor legyen igen egy ikonikus embléma. Tehát elindult a, az egész Decathlon egy erőteljesen márkaépítés útján, úgyhogy lát, meglátjuk, hogy a következő évben ilyen szempont, következő 50 évben ilyen szempontból hova, hova juthat. Idén egyébként olimpia is lesz, ugye francia márka, Párizsban lesz az olimpia. Kíváncsi vagyok, hogy ott milyen, milyen összefonódások lesznek, vagy szponzorálja ez az eseményt, nem tudom. Ezt majd kíváncsian figyeljük, illetve azt is, hogy Magyarországra mikor fog ez a változás begyűrűzni. Kíváncsian várjuk, hogy az online, illetve a valós térben mikor jelenik meg az új. Márkajelzés, úgyhogy ha érdekesnek tartottad ezt a videót, és köszönöm, hogy eljutottál ideig, akkor mindenképpen javaslom, hogy iratkozz fel a Brand Guide hírlevére, ahol két hetente küldünk neked hasonló témájú híreket, cikkeket amiket azért gyűjtünk össze, hogy képbe legyünk azzal, hogy mi történik körülöttünk a világban, arculati és branding szinten, úgyhogy iratkozz fel a hírlevélre. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, és bízom benne, hogy találkozunk még. Hello!